nagyon sokáig voltam kommentátora az Eurovíziós dalversenyeknek, amihez kell nyelvtudás valóban, hiszen nagyon sok országból jönnek nagyon sok olyan nyelvű emberek, ezekkel diskurálni kell, információkat gyűjteni, és így tovább. Sőt, a kommentátorok, amikor együtt ülnek, akkor segítenek a kiejtésben, tehát hogyha egy ország delegál egy énekes, akkor az énekes nevével, és nagyon gyakran magának a dalnak a címével is, idegen nyelven, az eredeti nyelven kell dolgozni. Rómában történt az, a Cinecittából volt a közvetítés, valamilyen félreértés folytán nem akartak engem beengedni, vagy a delegálással volt valami probléma, vagy a regisztrációval, nem tudom, de elém állt egy őr, és azt mondta, hogy sajnos az az akkreditáció, amit én viseltem, az nem alkalmas arra, hogy én elfoglaljam a helyemet a közvetítő fülkében. És akkor rámutattam erre a kis bilétára, amire az volt ráírva, hogy MTV. Angol kiejtésben MTV. Na most Európa számára, sőt mára az MTV, ami nálunk ugye a magyar televízió, nem ezt jelenti, hogy magyar televízió, hanem a Music Television-t, vagyis azt az akkori zenecsatornát, amely egyeduralkodó volt a világban. Na most, hogy én ezt olaszul ott nem tudom elmondani az olasz őrnek, hogy de hát kérem szépen, én a Music Television-t vagyok, és ebből őrült nagy botrány lesz, akkor azt hiszem, hogy nem kapja haptákba magát, és nem mondja azt, hogy tessék parancsolni, el lehet foglalni a helyünket. Szóval ez is egy ilyen többnyelvű akció volt, ahol a Music Television-től elvárható angolsággal kellett beszélnem az olaszt, ott Rómában. És hát bejött, és azt hiszem, sőt, hát biztos vagyok benne, hogy a nézők ebből, hála Istennek, semmit nem vettek észre. Hát, hogy vicces volt-e, vagy nem, azt nem tudom, de némi büszkeséggel tölt engem el, a feleségemet pedig nagyon nagy büszkeséggel, hogy amikor elmentünk Törökországba világot látni, akkor én előtte átnéztem a török nyelvet, a török nyelvtant, a török szókincset, de egyszerűen azért, mert én nagyon nem szeretek úgy mozogni egy országban, hogy először is az írás ne tudjam elolvasni, mert akkor nagyon elveszettnek érzem magam, vagy hogy ne értsem azt, hogy hogyan működik az a nyelv, ami ott a legnépszerűbb, illetve maga az államnyelv. Szóval a törökországi út előtt tanultam egy kicsi törököt, és amikor beültünk egy taxiba, akkor hát ilyen konyhanyelven azért tudtam beszélgetni a sofőrrel. És megütötte a fülemet egy kifejezés, ami nem úgy volt, nem úgy hangzott, mint ahogy én azt a könyvben olvastam. És mondtam a sofőrnek, hogy én szerintem ő ezt rosszul mondja. És akkor azt mondta a sofőr, hogy hát igen, Isztambulban lehet, hogy úgy beszélnek, de itt délen mi ezt így mondjuk, úgyhogy legyek egészen nyugodt, az nyelvtől a helyes. És akkor én azt mondtam, hogy rendben van, hát most is tanultam valamit. De az, hogy Törökországban a török taxissal nyelvi ügyekben vitázni, az azért mégse egy normális dolog. Na jó, én ezt nagyon viccesnek tartottam, és hát mondom, büszke vagyok rá. Aztán eljöttünk Törökországból, és bevallom, elfelejtettem mindazt, vagy majdnem mindazt, amit a törökkel kapcsolatban tanultam, de hát ez a szép emlék megmaradt. Nem fordult még az elő az életemben, hogy valamilyen nyelven ne tudjam magam megértetni a legkínosabb szituációkban. Legkínosabb szituáció egyébként történetesen az Egyesült Államokban fordult elő, ahol, mint kiderült, nem megfelelő vízummal próbáltam én bemenni az ország területére, és ezért engem külön leültettek, mert hogy azt mondtam, hogy mi forgatni szeretnénk, a legnevesebb úszóink kerültek be, akkor mondtam, meséltem büszkén az ottani határőrnek, vámosnak, finásznak, nem tudom, szóval az immigration officernek, és akkor megnézte a útlevelemet, és kiderült, hogy én csak turista vízummal rendelkezem, miközben, ha forgatni akarok, ahhoz munkavállalási engedés kellene. Hát az kínos volt, de mondom, nyelvi akadálya annak nem volt, hogy végül is megszánjanak engem, és beengedjenek.
abban az évben az Egyesült Államok területére. Talán, hogyha nem beszélem jól a nyelvet, akkor nagyobb bajba kerültem volna. De megoldódott végül. Akkor, amikor én először munkába álltam, és ez a 70-es évek eleje, akkor fizettek nyelvpótlékot. Méghozzá egy felsőfokú nyelvvizsgáért fizették a fizetés 15%-át, középfokúért fizették a 7%-át. Úgyhogy én eléggé nagy súlyban letettem 4 nyelvből felsőfokút, de maximum csak 45-öt fizettek. Úgyhogy lehet, hogy ezért is volt az, hogy aztán a nyelvvizsgákkal leálltam. De azt kell mondanom, hogy ebből a szempontból ez anyagilag mindenképpen megérte. De hogy előnyöket kérdezett? Azt hiszem, az felmérhetetlen. Tehát az, hogy mondjuk az interneten nem nagyon van fontos, eredeti, úgynevezett site, oldal, amit ne tudnék elolvasni, az én szerintem jó. Vagy összehasonlítani, hogy mi jelent meg a francia sajtóban, vagy ugyanerről az amerikai sajtóban, ugyanerről a német sajtóban. Vagy az, hogy az ember mondjuk eredeti nyelven tudja élvezni a filmeket. Az nagyon jó. Egy példát nagyon szívesen kiemelek, hogy például a Bergman rendezte svéd filmek, azok svédül jók. Mert a svédnek van egy olyan zenéje, egy olyan atmoszférája, ami annyira illik a Bergman filmekhez, hogy semmilyen más nem. Olasz filmeket olaszul nézni, hát az azért valami. Szóval azt mindenki tudja, hogy akkor, amikor az olaszok a kezükkel, meg mimikával és hanghordozással közölnek valamit, akkor az a legteljesebb, akkor, amikor az eredeti nyelven hallja az ember. És ugye, hát én a Beatles generáció tagja vagyok, és a Beatles érteni, hogy mit énekelnek, vagy a francia sanzonokat eredetiben értékelni, az azért nagyon jó dolog. Thomas Mann eredetiben németül olvasni viszont legalább olyan nehéz, mint magyarul. Abban nem segít. Hát én előkészítettem valamit, amit ezzel kapcsolatban szeretnék megmutatni, ugyanis én kínaiul tanulok éppen most. Ez csak azért szól közben, mert ugye fel kell állítani ezt a berendezést elektronikusan, hogy tudja azt, amit én el szeretnék mondani, vagy meg szeretnék mutatni. Szóval a kínainak például a kiejtése az nagyon nehéz. Az írást, olvasást meg lehet tanulni, de magát a kiejtést azt nagyon nehezen. Ezért beszereztem egy olyan könyvet Kínából, amihez fogható segítséget még semmilyen nyelvben nem láttam. Tehát ez egy nyelvkönyv, ahol ott vannak a kínai kifejezések latin betűkkel, tehát úgynevezett pinyin átírással, ott vannak kínai, és ott van a jelentése. Na most, ugye itt látjuk magát a kérdést, itt van leírva kínaiul, de hogy kell kiejteni? Ez itt a kérdés. És akkor az ember megfogja ezt a kis szerkezetet, ezt a berendezést, oda teszi. És akkor kiejti. Na, itt van a következő. Na most, én műszakit végeztem. Engem ez a dolog lenyűgöz. Nem tudom, hogy csinálja. És valószínűleg nem az a megfejtés, hogy magában az oldalban van valami manipuláció, valami technika, mert a másik oldalon meg ugyanúgy mást mond. Tehát magyarán a nyelvtanulás közben, ami egyébként az én számomra a legnagyobb élmény a nyelvtudásban, tehát tanulni egy nyelvet, azt lehet élvezni, azt lehet nagyon élvezni. De eközben megismerkedik az ember olyan műszaki eljárásokkal, technikai lehetőségekkel, amikről korábban
soha szó nem volt. Úgyhogy ez például egy olyan dolog, ami nehézség, és a leküzdésében van segítség. Persze egy tanár se rossz, de ha nincs, akkor ez is megfelel. Ugye én ezt a négy nyelvet tudom igazolni. Tehát négy nyelvből van felsőfokú, angol, német, francia, spanyolból, de hát ebben nincs benne az orosz, amit legtovább tanultam. Vannak ezek az ideiglenesek, mint az említett svéd vagy török, vagy amikor udvarolgattam, akkor a lengyel. Akkor külön megtanultam egy vetélkedőt kellett vezetnem Bolognába, amit elvállaltam, de még nem tudtam olaszul. Kérdeztem, hogy mikor lesz, azt mondták fél év múlva, mondom, vállalom. Úgyhogy akkor az olaszsal is, és az ugye át Olaszországban az ember gyakrabban utazik, mint mondjuk Indonéziába, úgyhogy azt sikerült többé-kevésbé fenntartani. És hát most ugye a kínaival birkózom, egyelőre ő nyer. Kínából hazajöttem, és akkor kezdtem el tanulni, mert úgy döntöttem, hogy addig én nem hallhatok meg, amíg nem tudom, hogy ez a nyelv hogyan működik. Tehát, hogy ezek a krikszkrakszok, ezek hogyan jönnek össze, elemezhetők-e, hogy ezekből hogyan lesz mondat. Ha egyszer a kínaiban nincs igeragozás, nincs főnévragozás, nincsenek idők, akkor hogy csinálják? Hát ez azért nagyon érdekes. Úgyhogy ezért kezdtem én ezt eltanulni. De felsőfokú nem lesz belőle. Azt hiszem, erről most már le kell mondanom.